A fogászati lézerek fejlődése töretlen. 55 éve vannak a fogorvosi gyakorlatban a kis teljesítményű, nagy teljesítményű lézerek, fejlesztik az újabb berendezéseket, az újabb kézidarabokat, az újabb üvegszálakat, és az elmúlt évben is nagyon sok újdonság került be a mindennapi gyakorlatba. A 2014 nyarán megrendezett Párizsi Világkongresszuson olyan új eljárásokat ismerhettünk meg, amelyet már a 2014 őszi tanfolyamokon tudtunk bemutatni és újdonságként megismertetni a hallgatókkal. 2015. május elején lesz a következő Európai Lézeres Fogászati Konferencia Bukarestben. Az egész világról összegyűlnek a szakemberek, és ennek a konferenciának a legújabb eredményeit fogom tudni két héttel később bemutatni Budapesten, az Upgrade konferencia keretében, részben a délelőtti elméleti konferencián, részben pedig a délutáni workshopon, ahol azokat az új eljárásokat, új módszereket gyakorolni fogjuk tudni, az eszközöket használni fogjuk tudni, illetve modellen alkalmazni lehet ezeket a kezelési technikákat. Ma már a lézerek az egész világon a fogászati rendelők széria felszerelésévé váltak. Akárhová megyünk Dél-Amerikától, az európai országokon keresztül Ázsiába, mindenhol azt látjuk, hogy a lézertechnika bevonult a fogászatba, és ezért is úgy látszik egyre nagyobb az érdeklődés Magyarországon is az úgynevezett lézer dentist és a lézer szájhigiénikus program iránt. Ennek a programnak a keretében öt tanfolyamon, elsajátíthatják a legfontosabb ismereteket az orvosok és a szájhigiénikusok, beleértve az alapismereteket, itt ezt az upgrade tudjuk biztosítani az alapismereteket, utána pedig az úgynevezett kis teljesítményű, a nagy teljesítményű tanfolyamokon, valamint a workshopon és a betegkezelő úgynevezett klinikai gyakorlati tanfolyamokon. Aki ebbe a programba be akar kapcsolódni, nagyon szívesen látjuk, és a legeslegújabb ismeretekkel kibővítve adjuk át a legfontosabb lézeres információkat.